Budapest utcáin gyakran találkozhatunk különböző állatmaszkos emberekkel. A szokatlan külső senkit se tévesszem meg, ők nem egy szexuális orientáció része, hanem a Hungarian Animal Rights Corps tagjai. Mai vendégeim Pusztai Jenikő és Húsi Sándor. Köszöntelek titeket a stúdióban. Szia. Köszönjük a meghívást. Hungarian Animal Rights Corps, röviden HARC, ami a pólótokon is látom. Mit jelent ez pontosan? Kik vagytok ti? Ez azt jelenti magyarul, hogy magyar állatjogi alakulat, és a harcot itt átvitt értelemben kell értelmezni, tehát nem azt jelenti, hogy mi fegyvereket használunk, felfegyverzett malacok, pandák, és azzal bántjuk a húsevőket, hanem tulajdonképpen az állatok jogaiért harcolunk. És azért angolul van a neve, hogy ez külföldön is értelmezhető legyen, és benne van, hogy magyarok vagyunk, és ez fontos számunkra. Honnan jöttetek ti, mikor indult ez a mozgalom? Mi az, ami hozzátok köthető leginkább? 2 éve indult nagyjából, egy Facebook csoport volt eredetileg, és az első dolog, amit csináltunk, az egy közösségi adománygyűjtés volt a Malacvédő Alapítványnak. Mit csinál a Malacvédő Alapítvány? Azon túl, hogy malacokat véd, ez nyilván érted, de hogyan védi a malacokat? Malacokat mentenek, és gazdásítják őket. Tőlük lehet örökbe fogadni olyan malacokat, akiket elhanyagoltak. Általában egyébként törpemalacokkal foglalkoznak, akiket szaporítanak arra a célra, hogy az embereknek a társállatai legyenek, de időnként vannak náluk olyan sertések, akik a húsuk miatt tenyésztettek. Tehát akkor, ha jól értem, ez a Malacvédő Alapítvány megmenti a esetleg, most lehet, hogy laikusan fogalmazom, a farmokról a vágóállatot, és azt háziesítja, úgymond házi állattá teszi. Ez így helyes ez a fogalmazás, vagy nem jól értem? Ők olyan állatokon segítenek, akik egyébként az utcára kerültek volna. Aha, tehát értem. Ahogy a kutyáknál tehát és a macskáknál. Állatokról, értem. Igen, vagy akik vannak, akik nem akarnak többet gondoskodni a törpemalacokról, mert mondjuk megnőtt. Ja, hogy ez így. Értem, a kutyáknál egyébként ugyanígy működik, tehát hogy a kisgyereknek veszek aranyos cuki kölyköt, aztán megnő, ki kell vinni, beteg lesz, gond van vele, akkor már nem szimpatikus annyira. Külföldön láttam egy ilyen nagyon jó kampányt erre, mert ebben viszont meg abszolút egyetértek veletek, hogy a kutya az nem csak karácsonyra szól. És hát ez... meg a többi állat se, tehát húsvétkor ugye a kis csirke, a kis nyuszi, és ráadásul a nyulak ugye köztudott, hogy sokkal érzékenyebbek, tehát ő rájuk sokkal jobban oda kell figyelni, mint egy kutyára. Volt még egy nagy performance-tok, ezt ne kerülgessük azért, mert a hozzátok köthető végül is a balatoni tálcás mutatvány, ami ott, hogyha valaki nem látta volna, akkor az volt, hogy ha jól értem, akkor ilyen hústálcákra befóliázva kifeküdtetek. Hát azt próbáltuk imitálni, igen. Azt próbáltak imitálni, hogy hogyan néz ki egy ilyen úgymond egy ilyen húspult, bár ott én, aki azért húsfogyasztó vagyok, én nem nagyon láttam ennyire véres húst még húspultokon, de az üzenet az lett volna, hogy átadjátok, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, drasztikus módja az állatfogyasztásnak, vagy mi volt ott a cél, inkább ezt kérdezem. Szerintem az, én véleményem az, hogy, és szerintem beszéltek attán, illetve a csoport nevében is, hogy azt a hasonlóságot szerettük volna bemutatni az embereknek, hogy gyakorlatilag a boltok polcain ugyanezt látják, és simán gond nélkül elmennek mellette, és hogy azok érző lények, és nem egy telefon, vagy egy tévé, vagy tehát nem tárgyak, hanem érző lények, és hogy ezt gyakorlatilag az emberek nem veszik észre. Itt nem arról van szó, hogy nem tudunk különbséget tenni az ember és a többi állat között, hanem azt mondjuk, hogy azok a hasonlóságok, az, hogy ők is éreznek fájdalmat, ők is ragaszkodnak az életükhöz, nekik is ugyanannyira fáj, amikor egy kés szúrnak a torkukba, és küzdenek az életükért, ezekben nem különböznek tőlünk, és épp ezért, hogyha nem akarjuk, hogy velünk tegyék azt, amit ezekkel az állatokkal tesznek, akkor ezekkel az állatokkal se bánjunk így. Tehát akkor, ha jól értem, hogy ugye az én olvasatomban megkülönböztetünk egészségügyi vagy étrendbeli, illetve etikai vegánokat, akkor ha jól értem, ti inkább az etikai oldalát képviselitek. Igazság szerint ez azért mondom, hogy javítsatok ki, tehát én laikus vagyok ebben a témában. Hát az eredeti jelentése, vagy a definíciója szerint a veganizmus az egy állatjogi mozgalom, egy olyan filozófia, ami az állatoknak az árucik státuszát elutasítja, és ugye ennek az egyik szelete csak az étrendi rész, és akkor itt ugye ki tudunk térni a többi részre, tehát hogy ruházat például, szörme, bőr, sejem, nem hordunk ilyesmit, ki tudunk térni a tisztálkodó, tisztítószerekre, kozmetikai szerekre, állatkísérletes dolgokra,
ki tudunk térni például olyan eseményekre, ahol állatokat használnak szórakoztatási célból, legyen az cirkusz, lóverseny, agárverseny, ezek az akváriumok, ugye, ahol a XX méretű medencébe be van kényszerítve egy delfin, vagy egy bána, de ami egyébként a szabadban több száz mérföldet úszna. Na most, az igen. Igaz, hogy a veganizmusnak a része a növényi étrend. És a növényi étrendnek vannak ilyen hatásai, hogy például nagyon egészséges tud lenni, vagy hogy ez jó a környezetnek, mert egy embernek ez jelentősen csökkenti az ökológiai lábnyomát, hogyha növényi étrenden van, viszont a veganizmus az nem erről szól, a veganizmusnak ez csak egy része. Ki fogunk térni az étrendre is, illetve a kozmetikára, viszont az a kérdésem, hogy mennyire ez a maga a veganizmus, meg maga az, amit ti csináltok, az állatjogi mozgalom, ez mennyire kapcsolódik össze a környezetvédelemmel? Mert mondtad, hogy ökológiai lábnyom, tehát azt is csökkenti, úgymond a veganizmus. Ez mennyire tud összekapcsolódni, mennyire fér össze, vagy hogy van ennek, mennyire vannak ezek párban? Ez attól függ. Mi állatjogi aktivista csapat vagyunk, tehát mi nem a környezetért teszünk, ez nálunk csak is az állatjogokról szól. Viszont van például az Animal Rising, ami egy brit szervezet, ahol olyan célokat fogalmaztak meg, hogy át akarnak tranzicionálni egy növényi alapú gazdaságra, és hogy ez jó a környezetnek, az embereknek és az állatoknak, és tulajdonképpen ott egybeveszik a környezetvédelmet és az állatjogokat. Viszont mi az egyértelműség érdekében csak állatjogokkal foglalkozunk, tudatában vagyunk annak, hogy ennek a környezetre is jó hatásai vannak, de úgy gondoljuk, hogy annak érdekében, hogy hatékonyabbak tudjuk lenni, egy célt választottunk magunknak. Világos, persze, meghatároztatok a célt, célcsoportot. Valószínűleg nem kizárható az, hogyha valakik csinálnak egy környezetvédelmi akciót vagy egy tüntetést, akkor abban részt veszünk, viszont mi nem fogunk valószínűleg ilyet szervezni. Persze, értem. A kérdésem inkább az, hogy akkor mikortól számít egy étel, és most nem étrendről beszélünk, egy darab étel, beszéljünk itt akár egy nem tudom, egy paradicsomról, vagy egy avokádóról vegánnak. Becsapós a kérdés, úgy érzem. Hát ez egy mikortól? Tehát, hogy gyakran látom azért a csomagolásokon, hogy vegán, nem tudom, cukor, tehát vagy vegán. Például gyümölcslevekre is raknak, és régen nem volt. Igen. Valószínűleg, hogyha szűrt egy gyümölcslé, akkor ott használhatnak valami olyan állati összetevőt, vagy állati testrészt, vagy nem tudom, amit a szűrésnél alkalmaznak, és amiatt akkor már ő nem kaphatja meg ezt a logót hivatalosan. Igen. Ezért kérdeztem, mert számomra ez nem volt tiszta, hogy hogyan lehet, ahogy te is mondtad, köszönöm a példát, hogy ahogy te is mondtad, ez egy gyümölcslé. Illetve azért is kérdeztem, mert rengeteg farm van, és most a farmot növényi farmra értem, tehát akár egy ilyen gazdaságra, ahol, és az avokádó az egy kiváló példa, mert az egy nagyon érzékeny gyümölcs, vagy zöldség, ki minek tartja. Illetve a paradicsom is, hogy a gazdák, és ez nem csak Magyarországon, ez világszerte, nyilván, hogy Magyarországon avokádóból viszonylag kevés van, a gazdák világszerte írtják a vakondokat, illetve több rovart, tehát mindenféle olyan állatot írtanak azon a területen, ami veszélyt jelent az ő termésére. Uh-huh. Ez mennyire fér össze a vegán étrenddel? Az a gazdálkozás, amit alkalmaznak, az nem vegán önmagában. Tehát a veganizmus az arról szól, hogy amennyire lehetséges és kivitelezhető, ne használjunk állatokat. De az állatok kiirtása a földeken azért, hogy a növény megmaradjon, az a veganizmus égisze, vagy az ellentétes a veganizmussal? Azt mondom, hogy az a cselekedet, hogy valaki megöl egy vakondot azért, hogy termesszen egy növényt, az nem vegán. Ez egyértelmű, mert nem elkerülhetné azt, hogy megöli azt az állatot. És létezik egyébként léteznek vegán organikus farmok, ahol úgy gazdálkodnak, hogy a lehető legkevesebbet ártsanak az állatoknak, viszont azt kell látni, lehető legkevesebbet, de azért ártanak valamilyen szinten, úgy értem. Úgy veszem ki a szavaidból. Bocsánat, hogy közben most vártam. Csak egy hülyek például, hogyha nem megölöm, megmérgezem ezeket az állatokat, hanem mondjuk valamilyen
eszközzel távol tartom attól a területtől. Kerítés. Kerítés, valami ultrahangos, valami tök mindegy, tehát hogy az lehet, hogy nem lesz kellemes, nem így, tehát lehet, nem lesz kellemes az állatnak, viszont nem ölöm meg, és az én terményem is megmarad. Á, értem. Tehát én erre gondolok. Például, ha ásol, akkor miközben ásol, lehet, hogy ketté vágsz egy gilisztát. Ez egy véletlen esemény, és igazából te nem akartál ártani annak az állatnak. Igen, a szándékosság és nagyon fontos. És azáltal, hogy növényeket eszünk, azáltal minimalizáljuk ezt az ártást, és tudjuk azt, hogy nem lehetséges teljesen megszüntetni, tehát amikor kocsival megyünk valahova, akkor is oda csapódnak a rovarok a szélvédőre, van, hogy valamikor elütünk egy mókus, vagy van, amikor egy embert ütnek el, de hogy ez nem szándékos. Balesetek mindig történnek, viszont mi azt akarjuk megszüntetni, hogy ezt a rendszer szintű állathasználatot szeretnénk megszüntetni. Értem, azért kérdeztem rá az étrendre, mert hogyha tételezzük, hogy én holnaptól vagy mától úgy döntök, hogy nem fogyasztok állati eredetű ételt, és bemegyek paradicsomot, salátát, stb. Vásárolni a közeli szupermarket, esetleg a piacra, akkor feltételezhető az, hogy az a gazda valószínűleg vakondokat, illetve különböző kártevőket, amiket ugye a gazdaságban kártevőnek neveznek, egerek, pockok, vakondok, nyulak, stb., azokat kiírtotta, úgymond. Marásség. Tehát akkor azt sem tud teljesen, úgymond, nem feltétlenül állat szenvedésmentes, hogyha... Ennek tudatában vagyunk, és nem is tagadjuk ezt, viszont nem azért mondtam, mert tagadjátok, csak ezt így szeretném kibontani. Igen, viszont nem lehet a kettőt egy lapon említeni azzal, hogy mondjuk mesterségesen szaporítok több milliárd állatot azért, hogy aztán kizsákmányom a testét. Tyúk. Még annyit, igen. hogy ha amiatt aggódunk, hogy a növénytermesztés miatt állatokat írtanak ki, akkor azt is vegyük figyelembe, hogy az összes mezőgazdasági területnek a 83%-át az állattenyésztésre használják. Tehát ott termesztik a takarmányt, legeltetik az állatokat, és annak érdekében, hogy az állatoknak takarmányt termesztenek, azért is meg kell ölni a vakondokat, meg rovar írtani kell, és... Persze, világos. Nem csak azért mondom, mert rengeteg növénytermesztés és a pálmaolaj is erre kiváló, illetve a szója, ahol konkrétan erdőket tarolnak, erdőket dózarolnak le azért, hogy hely legyen a szójának, ami elvileg ugye bár vegán, és lehet bármilyen most kerítést fölhúzni. Most ha Amerikára gondolsz, akkor gyakorlatilag az ott úgy működik, hogy az első és legfontosabb az a szarvasmarha tenyésztés. Második körben jön a szójatermesztés, de a szójatermesztésnek a legkisebb hányada, nem tudom, talán 5-7% az, ami közvetlen emberi fogyasztásra kerül, és a legnagyobb hányada az pedig megy bele ugyanúgy az állatiparba, sajnos takarmányként. Az összes megtermelt szójának a 75%-a az állati takarmány. Világos, tehát, hogyha szójatermesztés miatt aggódunk, akkor a leghatékonyabb megoldás, hogyha nem eszünk állatokat. Értem, ezt számomra mondom azért egy olyan nem feltétlenül vakfolt, igazából csak azt mondom, hogy nem nehéz teljesen úgymond állatmentes diétára rátérni. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy állati szenvedés, hogy az állatok jogaiért küzdünk, akkor beszéljünk most még egy picit erről a gyógyszerkísérlet, illetve a kozmetikai kísérletekről. Na most ugyebár a gyógyszerkísérletek az tehát mit jelent? Hogy adnak a majomnak egy fejfájás csillapítót? Vagy azt jelenti, hogy rajta kísérletezik a mellékhatásokat? Tehát mikortól beszélünk állatkísérletről gyógyszerészetben? Hát szerintem ez mind a kettő létező dolog, és a helyzet az, hogy most sokan a PETA-t nem szeretik, mert hallanak róla rosszakat is, de hogy a PETA-nak az oldalán rengeteg információ van fönn arról, hogy állatkísérleteknek hány százalék a sikeres, annak hány százalék a bukik meg az emberi kísérleteknél, illetve hogy amik megbuknak az állatkísérletek során, azok ugye már nem mennek tovább az emberkísérlethez, holott lehet, hogy egyébként ott működne, mert ugye az állat meg az ember, még hogyha hasonló is, nem feltétlen 100%-ig azonos anatómiailag. Azért kezelem fenntartásokkal ezeket a kimutatásokat, mert én hiszem azt, hogy egy laborban, ahol céljuk az, hogy emberre biztonságos készítményeket állítsanak elő pénzért, ott mindent meg fognak tenni, főleg a gyógyszeriparban azért, hogy az emberre ne legyen veszélyes, és hogyha ehhez olyan biztos kis... vagy. Ebben én biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek arra, hogy nekik nem azért, mert etikusak, a profit miatt. Úgyhogy az állatkísérleteket szerintem az, hogy szerintem a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, én hiszek abban, hogy ők mindent megtettek azért, hogy ez emberre is átmehessen, emberkísérletig eljuthassanak, mert hogy ugyebár, vagy emberre is biztonságos legyen, mert nekik ez anyagilag profitot jelent. Na de, hogyha azt megbeszéltük, hogy nyilván nem kezeljük azonos szinten az állatot az emberre, ahogy ezt korábban is mondtátok, akár ennél a húspultos akciónál, akkor
Tényleg akkor a nagy kár, nagy probléma, hogy rengeteg gyógyszer van, amit most nem az elmúlt 5 évben fejlesztettek ki, de az elmúlt évszázadban, amit állatkísérletek során került át az ember, tehát az emberi fogyasztásra, és emberéletek millióit, hanem milliárdjait mentette meg. Ez tényleg akkor a nagy ár az állatkísérlet ahhoz képest, hogy emberek milliárdjait vagy millióit menthetjük meg? Még annyi, hogy abban meg tudunk egyezni, hogy az állatkísérletek, amennyiben ezek kozmetikai termékek teszteléséről van szó, vagy tisztítószerek, vagy luxus cikkek, például a cigaretta tesztelése, ezek ebben a helyzetben elítéled az állatkísérletet? Nincs köztünk vita abban, hogy tehát én a jelenlegi információm alapján én abszolút úgy értem, hogy hogy egy rúst, vagy egy parfümöt egy macskán tesztelnek, vagy nyúlon, vagy egeren, én ezt etikailag mindenképpen elítélem. Tehát az én személyes értékrendemmel ez nem biztos, hogy összeegyeztető, sőt, így a jelenlegi információk alapján nem. Tehát elítélem, hogyha ez a kérdés. Rendben. Egyébként, amit mondtál, hogy vannak olyan helyzetek, amiben az emberek millióinak életét mentette meg az, hogy felfedeztek egy gyógyszert, amit állatokon tesztelnek. Vannak olyan gyógyszerek is, amiken pont emiatt okozott kárt az embereknek az, hogy az állatoknak a szervezete sokszor másképp reagál egy-egy gyógyszerre, mint az embereknek. Olyan is volt, hogy a biztonsági öv kitörte egy autó balesetben szemed, egy utasnak a nyakát, de ettől függetlenül a biztonsági öv alapvetően nem egy rossz dolog. Tehát, hogy ez, ha negatív példákkal élünk, a kérdésem arra irányult inkább, és bocsánat, hogy szabadba vágtam, hogy szerinted egy serpenyő, tehát a mérleg merre billen ilyenkor, attól, hogy emberéleteket mentünk meg vele, akár millióit ilyenkor, ennek ellenére is fejezzük be az állatkísérleteket, vagy vannak olyan célok, amikor beleférnek az állatkísérletek? Inkább erre irányult a kérdés. Úgy gondolom, hogy ez egy hamis dilemma, azért, mert az állatkísérleteket nem azért folytatják, mert annyira hatékonyak lennének, hanem azért, mert ez egy olcsó módja az orvos, mármint a gyógyszereknek a tesztelésének. Vannak hogyan kellene más módszerek, például az, hogy az ősejtekből növesztenek egy szervet, vagy egy bőr darabot. És ez biztos, hogy olcsóbb, mint egy állatkísérlet, mint egy befogott egerend letesztelni egy gyógyszert? Hát nem mindig befogott egér, hanem... Akkor egy tenyésztett egeren. Mert azt mondtad, hogy vannak ettől olcsóbb megoldások, és ezt mondtad az előbb. Ez egy olcsó megoldás. És az egy hagyomány igazából az állatokon való kísérletezés, amit ma már fel tudnánk váltani etikusabb és hatékonyabb alternatívákkal. Viszont akkor, hogyha az értelemszerűen akkor az nagyobb költsége lenne, akkor elképzelhető, hogy esetleg ennek a terméknek is följebb menne az ára, nem? Valószínűleg. Tehát én nem használok rúst vagy különböző kozmetikai szereket. Szubjektíven ez számomra nem fontos, viszont most azokról beszélünk, akik igen. Menjünk tovább. Az előbb szóba akartam hozzá egy tyúkot. És azért hoztam szóba a tyúkot, mert ez egy igen vitatott kérdés, a tojás az belefér az állatmentes étrendbe, avagy sem. És ugyebár, hogyha most a ketrecben tartott, leszorított szárnyú tyúkokról beszélünk, akkor én személyesen, most ez csak azért, hogy ezt kifejezem az én nézetem, én nem vagyok hajlandó olyan tojást megvenni, mert sem etikusnak nem tartom, de még csak finomnak sem. Viszont mi van a szabad tartott tyúkokkal, akiket azért szaporítanak, hogy tojást toljanak? Hát nincs miről beszélni, tehát szaporítják azért, hogy tojást toljanak. Tehát ez is a kihasználjuk, kizsákmányjuk őket, így van. De a tyúk önmagából nem tudna fennmaradni, mondják ők, illetve ezzel hajlamos vagyok egyetérteni, önmagát nem tudja fenntartani, tehát nem egy olyan vadon élő állat, hogyha nem szaporítod. Az a tyúk, amit mi szelektív tenyésztéssel kitenyésztettünk, az valószínűleg nem. De ennek az őse gyakorlatilag szerintem még most is élne, és szabadon, és senkinek nem okozna problémát. Ugyanúgy, hogy a többi madár is él. És persze, világos. Tehát... Abban kivetjük a természetben évente 10-12 tojásra, míg a háziasított tyúkok évente nagyjából 300-at, ez 30-szor annyi tojás, és ez elképesztően megterheli a testüket, szóval ők erre lettek kitenyésztve. De ez a tenyésztés az ő érdekeik ellen van, szóval emiatt ez olyan, mint hogy ez a tojás, az neki egy petesejtjük, és hogy mi nők tudjuk azt, hogy mennyire kellemetlen és fájdalmas tud lenni időnként a menstruáció, és képzeljük el azt, hogyha egy nőnek ez a menstruációs ciklusa 30-szorosára lenne felgyorsítva, 30-szor annyit menstruálna, és ez fájdalommal jár számukra, betegségeket okoz. Tehát akkor rengeteg tápanyagot is veszítenek, ugye ezzel. Világos, tehát most beszéltünk, ez a tojásipar. Amiről beszéltem, hát, az nem, ez a háziasított tyúkok, tehát
függetlenül attól, hogy egy falusi környezetben élnek, ők háziasított tyúkok, nem a banki tyúkokkal beszélünk. Én csak azért mondom, mert hogy én falusi gyerek vagyok, és gyerekkorom óta tyúkokat tartottunk, és nagymamám tyúkjai tojtak egy héten mondjuk 2-3, tehát nem túl sokat, de ő azért is tartotta, mert hogy ugye a tyúk az tojik, aztán ott bogaráztak maguknak. A szabadtartást az úgy érthetjük, hogy nagyobb területen volt az a 10-20 tyúk, mint a mi udvarunk, és ők el voltak ott, és nem, tehát én nem láttam azt, hogy ők szenvednének. Leültek, a kis fészút beuratoltak, amikor olyan kedvük volt, amikor begyűjtöttük. Illetve a szomszédunk tehenet tartott, időközönként megfejte, illetve a tehenet, amikor annak volt teje, amikor nem volt szót, hogy most ne vegyünk tőle, mert nincsen. De úgymond, bár azért tartotta, de ez én szerintem egy szimbiózis volt, mert kaptak enni, szállást, stb., úgymond koszt és kvárté, ezért cserébe ők úgymond a tejjel és tojással fizettek. Ez is etikátlan Abból a szempontból, hogy nem nekünk termelik ezeket a dolgokat, abból a szempontból rögtön ezt el is zárnám ezt a vitát. Mert ez ugyanaz, mint a méheknél a méz, tehát hogy nem nekünk termelik, mi csak elvesszük tőlük. Egyrészt az, hogy szabadtartás, az egy ellentmondás önmagában, mivel ezek az állatok rabszolgaként vannak tartva, rabként. Az, hogy szabad ők be vannak zárva egy helyre, és függetlenül védelmet kapnak a vadállatoktól esetleg, azért az is egy szempont. Tehát, hogyha... Attól függ, milyen szempontból nézzük a dolgokat. Nem, én azért kérdezem, mert ugye nekem fel kell tennem ezeket a kérdéseket, akkor jönnek ki igazából az ellentétek, illetve szóba hozta ezt a menstruációt, és a tyúknak ugye az olyan, mintha egy nő menstruálna. Azért kérdezem ezt, mert rengeteg vita van erről nyugaton, hogy az állatvédők hogyan tekintenek az abortuszra. Főleg azért, hogy az állatok ugye ne érezzenek fájdalmat, mert ugye, bocsánat, hogy az állatok is éreznek fájdalmat, és ugye azért ne tartsuk az állatokat, ne kínozzuk, ne zsákmányjuk ki, mert ugye ez neki, ők is érző lények. Mi van ez azért egy olyan érdekes vita, mert ugye magzat önmagában x héten túl, vagy akár hónapon túl, még az abortusz határán belül már érez fájdalmat. A ti mozgalmatok ezt hová teszi az abortuszt ebben a vitában? Ez nem a mi mozgalmunknak a része, tehát mi egy állatjogi mozgalom vagyunk. Azt értem, és szerintem senki se tagadja azt, hogy egy érző lényt megölni az nem jó. Akkor nem a ti mozgalmatok, akkor a szubjektív véleményeket kérdezem. Először téged, hogyha szabad, Enikő. Én úgy gondolom személy szerint, hogy az az időszak, amikor az abortuszt végrehajtják, abban ez kisebb kárt okoznak azzal, hogyha elvetezik a magzatot, mint hogyha egy olyan életet kényszerülne élni, ahol ő nem volt kívánt gyerek. És hogy úgy gondolom, hogy minden nőnek meg kell, hogy legyen a joga arra, hogy döntsön ebben a kérdésben, és nem gondolom azt, hogy a nők ebben ilyen gonoszak lennének, hogy direkt meg akarnák ölni a magzatokat, hanem ez egy nagyon nagyon nehéz döntés minden nőnek, és nem gondolom azt, hogy ezt másoknak kéne eldöntenie. Én úgy gondolom, hogy ez speciális eset, és ez egyénenként változó, mert ha mondjuk valaki felelőtlen, és csak szexel össze-vissza, aztán egyszer teherbe esik, akkor ugye az ő felelőssége, tehát ő felel, úgymond azért a magzatér is. Viszont ha mondjuk valakit megerőszakolnak, és úgy esik teherbe, akkor ugye az már nem az ő felelőssége, mert hát ő nem tehet róla. Tehát, hogy itt szerintem minden egyes esetben külön kellene mérlegelni ezt a dolgot. Tehát erre nem lehet szerintem egy ilyen egy dolgot így ráhúzni. Ez a beszélgetés nem az abortuszról szól, de mivel a szóba hoztad a petesejtet, és ezeket gondoltam, belekérdezek, viszont annyira még reflektálnék arra, amit mondta, megerőszak, ez egy vita. Ezt a vitát nem mi fogjuk eldönteni, nem is hiszem, hogy mi fogjuk eldönteni, de azt még mindenképpen hozzátenem, hogy nem erőszaknál, akár egyetértünk ezzel, akár nem, az, hogy egy személyt megerőszakol egy másik személy, ezért pedig egy harmadik, ettől független személy életét oltják ki. Ez olyan, mintha te megütnél engem, és én visszaütnék Enikőnek. Itt viszont visszaköszönök arra, amit az Enikő mondott. Tehát, hogyha ez egy nem kívánt gyermek, és lehet, hogy mondjuk egy fiatal lányról beszélgetünk, egy olyan élethelyzetbe fog ő megszületni, ahol gyakorlatilag nem tudják ellátni rendesen, beteges lesz, éhezni fog, nem tudom, tehát, hogy
most nem akarok semmi olyan dolgot mondani, de hogy mondjuk a keleti régióban a mély szegénységben élő családok, ugye nincs se edukáció, se az, hogy anyagilag meg tudnák tenni azt, hogy védekeznek. Ugye ott is ugye születnek, meg itt ugye ott történik erőszak, de hogy ott hogy fognak fölnőni ezek a gyerekek? Világos. Mondom, tehát azért mondtam, hogy ez minden egyes eset, azt szerintem önállóan kell elbírálni. Nem is szeretnélek titeket belekényszeríteni egy olyan vitába, ami nem feltétlenül hatáskörötök, csak mondom, ez egy nagyon érdekes ellentét, mert szerintem, rengeteg nyugati világban van. Ehhez sokkal-sokkal több idő kéne, meg sokkal több nézőpont. Ezt a maradék hátralévő 5-6 percben ezt nem fogjuk tudni eldönteni, viszont még azt szeretném megkérdezni, mi a mozgalmatoknak a fő célja, mert itt erre kibontottunk elég sok mindent, hogy mi az, amit elítéltek, mi az, amit támogattok, viszont még mielőtt, és ez az én hibám, még mielőtt rátérnénk a fő célra, még egy utolsó kérdés, ruházat, szőrme. Hogy állunk a divat cikkekkel? És most nem a kozmetikumra gondolok, hanem a ruházatra. Én úgy gondolom, hogy a szőrme az, és szerintem ez a csoportnak a vélemény, illetve az összes vegán vélemény is, hogy a szőrme az egy elítélendő dolog, ugyanis jelenleg nincsen rá szükség, és ez egy luxus cikk. Uh-huh. Azt már nem is akarom nagyon mélységbe szétszedni, hogy egy szőrme farmon milyen körülmények közt élnek az állatok, és hogy vannak aztán megölve. Nem, ezt folytatjuk. Itt a szörme a legegyértelműbb dolog, ami állatok halálával jár, viszont ott van még a bőr, a gyapjú, kasmír, a sejem, ezek mind olyan termékek, amikhez állatokat... A gyapjú sem, tehát amikor a birkát lenyírják, az sem fér bele ebbe? Mert végül is az technikailag nem fáj a birkának. Én vitatkoznék ezzel, mert ott is ugye az van, hogy nekik profiton kell termelni, tehát nem azzal, hogy akkor én szépen ugye elnyírogatom, mint egy izébe egy barbershopba, hanem muszáj tempót diktálni, és ott ugye, hogyha becsípi a gyapjút a nyírógép, vagy akármi, akkor ott nem fognak megállni. Ez ugyanaz, mint a vágóhídon, hogy a futószalag diktálja a tempót. Tehát nem sikerül egy kábítás, nem fogják azt mondani, hogy Józsi, állítsd le a szalagot, hanem akkor az úgy megy tovább. Tehát akkor az esetleges hibák miatt akkor az egész iparágot nézzük, tekintsük, úgyhogy akkor a gyapjú sem. Nem a hiba a lényeg, hanem az, hogy egyáltalán azt kizsákmányjuk azt az állatot. Tehát a birkák gyakorlatilag régen nem rendelkeztek ezzel a lehetőséggel vagy képességgel, hogy ilyen tempóban nőjön nekik a gyapjuk. Tehát volt olyan, aki kiszabadult valonnan ilyen tenyésztett birka, és aztán nem tudom mennyi idő után megtalálták, és hát muszáj volt megnyírni, mert konkrétan nem látott. Uh-huh. De hogy ez a szabadon élő vad ősei a birkáknak, azoknál nem jellemző ez. Értem, tehát... Itt egy egész iparág épül arra, nem csak szeparáltan kell nézni azt, hogy most lenyírják a birkának a szőrét, hanem csak arról van szó, hogy ezeket az állatokat erre tenyésztik, és kihasználják, és a végén elküldik a vágóhídra. Szóval a pénz szempontjából, vagy az állatok szempontjából nincs különbség a között, hogy ennek az iparágnak melyik termékét vásároljuk meg. Szóval, hogyha megvesszük a húst a boltban, vagy a gyapjút, azzal ugyanazt az iparágat támogatjuk, ugyanúgy egy egyénnek az életét követeljük azért, hogy mi ruházkodhassunk, vagy táplálkozhatunk. Sőt, bocsánat, csak egy gondolat. A bőrnél van olyan bőr, amit különböző táskákhoz használnak, ami sokkal puhább, amit gyakorlatilag egy meg nem született borjút vágnak ki a vemhes anyjából, és gyakorlatilag annak a bőrét használják föl. Tehát, hogy itt azért az iparon belül vannak nagyon csúnya dolgok. Igen. Ezt nem is vitatom, tehát hogy most ha arról kellene engem meggyőzni, hogy ez az ipar, ez úgymond bűnös és kegyetlen, tehát hogy nyitott kapukat döngettek, viszont vannak érvek és ellenérvek ezen a téren, mert ugyebár a környezetvédők és az állatvédők között van egy minimális ellentét ebben a kérdésben, és ezt nem én találom ki, ezeket olvasgattam, nyilván utána nézek ennek a témának. Méghozzá az, hogy míg a műszál, míg az, amit most hordunk, és gyanítom, hogy rajtatok sem állati eredetű ruhák vannak, ezek a természetben nem bomlanak le. Ezek szemetet generálnak. Mikroszemetet, mikroműanyagot, ami most nem ott kellene, de az óceánban fogja végezni végső soron, vagy a levegőben, ha lebomlik pár száz év múlva. Ezzel szemben az állati eredetű gyapjú akár, vagy a szőrme, az mivel természetes, a természetben lebomlik, és úgymond ilyen szempontból minimálisabb az ökológiai lábnyoma, mint egy gyárban készült ruhának. Hol van itt a határ? Egyrészt az, hogy azért, hogy ezek a termékek, például a bőr, vagy a gyapjú, vagy a szörmék, ezeket olyan anyagokkal kell kezelni, hogy ne bomoljanak le, mert nyilván, hogyha
hogyha nem kezelnék le ilyen anyagokkal, akkor pár év alatt az lebomlana, tönkre menne egy bőrtáska, szóval, hogyha mondjuk... De tönkre is megy pár év alatt, sajnos. Egy állatot, aki elhullik, akkor az neki is a bőre lebomlik. Egy idő alatt lebomlik a teste. És azért, hogy ezt elkerüljék, nagyon brutális vegyi anyagokat használnak, hogy ezt megakadályozzák. És ennek így összességében összeadódva az, hogy egyrészt az állattenyésztésnek óriási az ökológiai lábnyoma, a másik az, hogy ezek az anyagok, amikkel kezelik, ezzel együtt az állati eredetű ruházkodás az kevésbé fenntartható, mint hogyha akár műanyagot használnánk helyett. Nem azt mondom, hogy az jó, hogy korlátlan mennyiségben szórják ki a gyárak magukból a fast fashion termékeket, hanem ott is tudunk etikusabban válaszni például, hogy használt ruhákat vásárolunk, ami sokszor ugyanolyan. És a használt bőrruha, használt állati eredetű ruha, az még belefér, mert azzal úgymond nem támogatom az ipart, ugyanakkor, tehát megveszem azt, amit más már technikailag leselezett, használt bőrcipő. Én személy szerint nem veszek ilyet, de én szerintem itt a vegánok közt ez egy... Van egy vegán barátom, megint egy ilyen külön mérlegelendő dolog. Akkor viszont annyit még hozzátennék az előzőhöz, hogy nem feltétlenül muszáj nekünk műszálas, meg mindenféle műanyag dolgokat hordani, mert ugye a pamut is gyakorlatilag ugye növényből van, illetve az, hogy most már rengeteg alapanyagból, most csak pár mondat, ananász, kaktusz, alma, nem tudom, csinálnak különböző bőrt, meg különböző anyagokat, illetve volt a TED előadása egy magyar fickónak, a neve sajnos nincs meg most hirtelen, aki gyakorlatilag laborban tenyésztett bőr ilyen kis lapokat hozott az előadásra, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag, ha veszek egy marhabőrt, annak megvannak a tulajdonságai. Szakítószilárdság, vastagság, stb. És itt, hogyha én tenyésztem egy sejtből azt az anyagot, akkor gyakorlatilag bármilyen tulajdonságot meg tudok neki szabni, és ugye itt gyakorlatilag nem kell az állatokat tenyészteni és megölni ehhez. Ez egy olyan köztes megoldás, amivel szerintem sokan egyet tudnak érteni, sokan tudnak azonosulni, amennyiben ez ténylegesen olyan fenntartható és olyan, úgymond, akár költséghatékonyság szempontjából, akár környezetvédelem szempontjából. Tehát ez egy olyan vita, amit ki lehet bontani, amiről... Igen, csak hogy ez nem feltétlen arról szól, hogy most vegán vagy nem vegán, hanem ugye a technológiáknak a fejlődése az adott területen. Nyilván meg tudjuk haladni ezeket idővel, ezeket a technológiákat, viszont kezd lejárni a műsorunk, és az utolsó kérdésem az, hogy mi a fő cél, és hogyan kívánjátok ezt elérni. A fő cél, van egy hosszú távú célunk, ami az állatfelszabadítás, az, hogy megszűnjön az állatnak, az állatoknak az árucik státusza, és ez azzal járna, hogy felszámolják az állatokat használó iparágakat, és az állatoknak a státuszuk az nem emberi személy státusz lenne, tehát nem szabadna őket megölni, fogva tartani, használni. Bocsánat, csak még annyit hadd kérdezek ebbe bele. Ugye nálunk azért ez, amit ti képviseltek, ez nem feltétlenül honos, nem feltétlenül üdvözlik olyan szinten, mint akár a nyugaton. Sőt, én megkockáztatom, hogyha elmegyünk akár olyan régiókba, ahol az állattartásnak komoly hagyománya van, ott még akár csúnyán is néznek el, esetleg a balatoni performance-nál. Én most, hogyha el akarnám viccelni, azt mondanám, hogy arra vártam, hogy egy arra járó hentes mikor torbetiteket egy fa alá, hogy nehogy megromoljon a hús. Tehát most viszont azt nézzük meg önmagában, hogy ezekkel az akciókkal, mivel nem egy olyan mozgalomról beszélünk, amivel akár itt a közép-keleti régióban feltétlenül szimpatizálnak, nem gondoljátok, hogy esetleg ahelyett, hogy inkább érzékenyítenétek, inkább ellentéteket generáltok, vagy esetleg úgymond ellentétek, hogy az egész kontraproduktív? Nem. Én azt gondolom, hogy egy társadalmi változást úgy lehet elérni, hogyha a társadalom első körben tudatosítja azt, hogy van egy probléma. Tehát a problémát tudatról beszélünk. A feketéknek vagy a nőknek a jogaiért, akik harcoltak, ők sem csak kimentek két tábla, és akkor szépen mosolyogtak, hanem ott is azért voltak elég durva dolgok szerintem. Igen, de mégsem láncra verve feküdtek ki, megmutatva, hogy ők rabszolgák. Tehát érted, mit akarok mondani? Az eszközök igazából kell, hogy radikálisabbak legyenek egy picit szerintem, mert különben nem fogják azt a közönyt, azt az apátiát átütni, ami az emberekre jellemző. És a probléma az, hogy tényleg, ha kiálltunk volna csak három táblával, akkor gyakorlatilag elmegy mellettünk mindenki, és nem történik semmi. Így, meg ugye voltak, akik pozitív reakciókat adtak, voltak, akik negatív reakciókat adtak, de rengetegen megálltak, ott is alakultak ki jó beszélgetések, tudtunk adni embereknek információt, illetve ennek következményeként ugye
bekerültünk a médiába a bal jobb oldalon, bekerültünk rádióba, tévébe, és ott már normális keretek közt el tudtuk mondani ezt az üzenetet, amit egyébként szeretnénk az emberekkel közölni. Tehát az egy figyelemfelkeltés volt, nem az a kommunikáció. A kommunikáció rész az itt történik. Világos, hát akkor legyen ez a végszavunk, és remélem, hogy még találkozunk hasonló kommunikációval és hasonló keretek között. Enikő és Sándor, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönjük a lehetőséget az Átok nevében is.